Zsír. Na. Jocakát. Hol tartottunk a játékban legutoljára? Ugye, voltak nekünk videókazettáink, én most nekifutok azoknak még egyszer. Mert van itt egy jó pár ilyen okosság. Összeszedtem ugye ilyen kereteket is, azoknak is meg lesz a helye, mert azt így szembe jutott, hogy láttam én valami hasonlót az egyik felvételen. Plusz ami leesett számomra, hogy nem a előző chapterökhöz kapcsolódtak a videókazettát, csak ott lehetett megszerezni őket. És lényegében a negyedik chapterhöz kellett az összes chapter. Úgyhogy elkezdek belenézni. Ez a grídes. Sorba teszem őket félre, amit megnézünk. Ugye ez volt a szellőző, és innen ki is szedtük a... Van ez az állarc, amit gyűjtünk, vagy hát állarcnak a darabjait. És ugye ezt itt meg is csináltuk. Ja. Ezt ki is veszem. A grid az megvan. Úgyhogy a gridet azt ide félre rakjuk. Ez a grid, oké. Van nekünk egy afflictionünk. Ezen mi is van rajta? De hogy vagy, Pisti, mi újság veled? Ez volt a csatorna rendszeres. Ha jól emlékszek, ezt megint csak megcsináltuk. Várjatok csak, ezen a izén nem mentem be se. Ja, mi ez dolgozni? Hát, most folytatom ezt a streamen és testig szerintem. Vagy meglátom még, hogy hogy alakul. Baszki! Padló! Vagy mi lesz este? Ja, game-re készülsz? Ja, na. Szia, Lucky Fox, üdvözöllek. Ez volt az Affliction. Nézzük ezt a Pride-osat, de szerintem a Pride-os az... Pride-osból azt hiszem megszereztem már a Husk-nak a darabját. Igen, ez a padlós szép, vagy mi a szar, úgyhogy a Pride az mehet félre. Melyik volt a Pride? Ez a Pride, ugye? Ez a Pride, igen. Szuper, örülnék, hogyha elmúlna ez a... Oké, elmúlt. Mehetünk tovább. Indifference. Ott Divi 2 volt. Ja, ezek lesznek most nálad? És megálltam, aztán csapom neki, mint a szél. Lehet, hogy én is fogok estére berakni kodot, mert hogyha ezzel sikerül úgy haladnom, befejezem, akkor szerintem koddal fejezem be a mai napot, mert már ugye nem állok bele a Nioh 2-nek a folytatásába, azt inkább majd tiszta nappal indítom. Aha! Itt vannak azok a képek, amiket összeszedtem, srácok. Ó, bassza meg! Jó van! Ja, persze, persze. Figyelj, most még üres vagyok, nem csináltam még rá csapatot, úgyhogy lesz. Lucky Fox, hogyha neked is van kedved, akkor szólok, hogy szerintem lesz. Csak belehúzok ebbe a végjátszásba. Na, srácok. Megvan két kazett. Kodot majd, hogyha ezt befejeztem. A Prison... Ez kell.
is jön. Oké. Na, srácok. Meg is van. Kell nekem egy helyszín. Hát ez mióta van itt csukva? Azt meg. Jó. Azt mondja, hogy... Nem kezd el kergetni ez a paraszt, mert nincs hozzá türelmem most kergessen. Nem megértitek. Hát a negyedik chapter, de annak már a közepén vagyok. Van még egy ötödik, de nem hiszem, hogy az hosszú lenne. Most igazából egyelőre... Várjatok csak... Jaj, oké. Át kell menjek. Elvileg kell nekem egy... A félek ez elkezd itt megkergetni, de talán nem. Ah! Aha! Nézzétek csak! Korábban volt valami a falon. Bazd meg! Nem hiszem el! Bassza! Hányszor eljöttem mellette? Mi ez a sok piás üveg? Sörös dobozok. Hm. Szép. Na hát, ez derék. Egy piros tabletta. Aha. Megy sorba a buli, úgy látom. Nézzünk egy fehéret. Azaz Matrix. Az a vicc, hogy ezt ugye automatán csinálja, úgyhogy igazából én nem csinálok semmit, csak rányomok. Az asztalra. Mondom, rányomok az asztalra. Na mi van? Na most van gond. Ez gond. Aha. Ja, várjál, mégse... Mégse úgy van. Nézzük meg az zöldet. Szerintem húzzunk bele. A bajok lesznek. Nem látom a kurzort, bazd. Igen. Ejha. Na srácok. Gyanítom. Hoppá. Mi a fasz? Téglafal nagyszerű. Itt egy csomó tabletta. És itt még nem nyitottam be.
Itt a víz. Vizet ide nekem most. Ó, hát ez. Igen, és mi alapján kell menni? Jó, megyek, azt majd meglátjuk. Valami lényege csak lesz. Ó, halló. Az igen. És megint hol vagyok? Mi az a bány? Próbálok elhúzni mellettük úgy, hogy észre se vegyenek. Mert nincs kedvem támadás alá kerülni. Na, na, na. Nekem belső tulajdonságoknak tűnnek egyébként, szerintem ez mindegyik valamilyen belső tulajdonság. Aha. Érdekes egy hely ez, gyerekek, érdekes egy hely. Itt van egy csónak. Ott van egy világító torony. Ez művelet, ez mindkét kezemre szükségem van. Nem akadály. Na, szerintem menjünk. Kellemes kis zenécske. Meg tévét néznek, az igen. Szerintem egyébként a karakterimben belső tulajdonságok, ugye benne lévő ilyen események, hogy tököm tudja. Ott volt egy öngyilkossági hajlam. Hát csak tipre gondolom, hogy ide kell jönni. Szorongás. Egyébként ennek a játéknak is egész jó grafikája szerintem. Na jó. Menjél már, úgy? Zsír. Tipikus világító torony. Van egy tévé. Menjünk felfele. Mentésünk meg le. Welcome to your domain. I was waiting for you impatiently. What? You tell me this isn't your domain? Nonsense. It's the fruit of your hard labor. Can't you see how everyone enjoys their time here? It's all thanks to you. They have this newfound home. How fulfilled they all seem. Felmászunk a csúcsra.
Na, és itt van egy fotó. Látszik, a Dwayne-nek volt egy felesége is. Na, történik. Gurul a gyógyszeres. Na, mi történik? Explain this to me. Oké, Spisti. Please talk to me. I love you, Dwayne. I want to help you. Segít. First the alcohol and now this? Who prescribed you this and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Dwayne? Should we be worried? Because we are. Recently, you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Dwayne? I could help you with that, you know? Uh-huh. I'm only with you because you have money. Van azért átmenet a játékban, rendesen. Nincsen szarakodás. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. Do you want a rope? Want me to kick the bucket? Life would be so much easier without your mopey face around, you delusional fuck. Want me to stab you with seven knives? Want me to rip the jaw off your ugly face? How about I break both your legs and leave you to rot in a cellar? You're a disgrace. People despise you. I despise you. Your children despise you. You're horrifying. You should die. You know what? Forget it. I don't want to help you die. Do it yourself. I won't help you into release. Kill yourself by yourself alone. And go to hell where you belong! Az igen. Az volt a fali festményes rész, érdekes. Ó, itt vagyok. Ó, és itt a darab. Ez jó. Jó van, fasza. Megvan a bal alsó ála a maszknak. És ki is nyílt nekünk itt az ajtónk, szuper. Na, rácok az... Az igen. Ugye a videókazettán a másikon még láttam a... Láttam egy padlót. És azt tudta, hogy kelleni fog. Ez. Padló, padló, padló. Csak. Jaj, nem ez az a szoba. Hova kell menjek? Át kell mennem a... Ide. Ide fel. Ez az jó helyen vagyok. Jó helyen. Fénybe legyünk, az a lényeg. Jó, elmúlt a veszély. Nézzük csak, melyik volt az? Ez melyik? Ja, ezt már megcsináltuk, ez volt a bevásárlós. Ezt még korábbi streamben csináltam meg. Vigilance azt mondja, hogy ezt félre is rakom. Rosszat raktam ki.
kell nekem. Prison megvan, a Pride megvan, az Indifference. Talán még az kell. Ezük csak. Még ugye kettő darab hiányzik a maszkból. Ez melyik is? Volt egy olyan rész, a ház lesz az, ahol padlót mutatott, úgyhogy padlót kell felfeszíteni, mert ott volt valami rés. Az biztos. Nyilván ez nem a házban van, viszont ez olyan, mint az emeleti, olyan, mint az emelet ebbe a házba. Ez emeleti szoba. Van ott egy szék. Láttátok a padlót? Milyen szék az ott? Szia, Blastix! Mindjárt megnézem még egyszer azt a széket. Pedig nem lehet megállítani a felvételt. Jó. Ez az Affliction-es valami. Kirakom, nézzük csak, elméletileg. Ez. Lehet, hogy itt van. Ez az itt a szék. Ja, itt a szék, így van, ez az, azért onnan felismertem a helyet. A padlás volt a másik tippem, de nem lesz az. Haló? Ja. Lehet, hogy kéne valami öngyújtóféle, mert így lássak valamit. Ez igen, ez a ház, ez jó nagy rejtélyes. A hajt az ajtó videókazettáról. Jó. Akkor ez az. Mi a szar ez? Volt egy mentésünk. Úgy hallom, mintha valaki párhuzamosan velünk lépkedne itt még valahol. Semmi. Ja, igen. Akkor ott most elpérünk oldalt. Resident után kicsit furcsa ez a lassabb tempó. Ott azért lehetett futni egy kicsit. Egyébként nem tudom nektek, hogy tetszett ez a Resident Evil Village, amit végigjátszottunk, vagy végigjátszottam.
Ja, nekem is bejött egyébként, összességében nagyon jó volt. Ott a Milánnál azt mondja, hogy az a nehézségi szint, amit ő megkapott ugye az izé mellé, mert hogy ő DLC-stől vette maga a játékot. Ez valami háromszor nehezebb, mint a hardcore. Mondom, az jó. Gondolkoztam is, hogy te lehet, hogy majd neki megnézem én is, mert kíváncsi vagyok én. Kíváncsi vagyok erre. Mert azt tényleg nagyon pontosan kell lőni. Hardcore-ba is, hogy elég legyen a lőszer. Na srácok, nézzünk körül. Nézzünk körül. Jó, ott volt? Aha. Volt egy ajtó, de nyilván azon nem fognak be. Ja, itt is van. Na, hol vagyunk? Mindig a Resident Evil van bennem, hogy neki megyek az ajtónak, az kinyílik. Csak rájöttem, hogy ez nem az. Ez nem az a móka. Ez valami étkezde, gyors kajáda. Átmegyek a túloldalra is. Megnézzük majd az ajtót is. Kell egy kártya, az látszik. Mágnes kártya. Öltöző, na itt sanszos, hogy lesz mágnes kártya. Csak végig kell nézni szekrényeket, hogy melyik nyitható, gondolom én. Hogy... Hajrá! Jó, szerintem egyértelmű lesz, hogy melyik nyitható. Kellene fog hozzá egy kulcs. Miért is lenne egyszerű, ugye? Kulcs. Jó. Összetett a sztori, három ajtó. Egy kulcskártyás, a másik a öltöző, ahol... mi az? Rendes lakatzár van. És van egy étkezőnk, ahol szerintem megtaláljuk a kulcsot, az nyitott. Úgyhogy most az a feladatom, hogy oda átmegyek vissza, azt körülnézek alaposan. Néztem ezt a szellőzőt, de jó, ez csak ilyen, meg van hajlítva. Kéne jutni oda valahogy. Van egy szellőző srácok. És csúvás a fal. Igen, ez a jel. Jelenleg nincs értelme arra menni. Értem, akkor egyelőre hagyjuk. Ezt nincs értelme arra menni. Ezt majd én eldöntöm. Na. Mi van még itt? Túl sok minden nem lehet látni. Pedig az gond, hogyha nem engednek arra. Ja, itt a kulcs, itt a kulcs, itt a kulcs. Basz meg! Menj már! Menj már! Menj már, te állat! Jön utána a paraszt. Gondoltam, hogy... Ez az.
Jó, és akkor ott meg kimegyünk a túloldalon, balra az öltöző. Az öltözőbe is szerintem be fog jönni, mert ott meg szeparált az egész. Pont az a lényeg, lehet benne kacskaringózni. Nice. Na, gyorsan küldjük át magunkat az öltözőbe. Mágnes kertje, ezt itt se vagyok. Főgonosz, úgy mint a Resident Evil 2 remake, ez a nagy köppenyes állat. Nem, a hölgy az csak az első boss, az 5-ből. Úgyhogy, mert még vannak kisebb bossok is, abból is rengeteg, akik erősek. De ez az a... Úgy van, hogy van 4 lord. Lord, hát igen, csajba is. És ő az első közülük, ilyen vámpírszerűség. Na, megvan a mágnes kártyánk. Oké, itt lesz a pali, vagy nem? Azt hittem kergetőzni kell az öltözőbe vele. Na, szóval ő az első, és akkor ő rajta kívül van még 3 másik, és úgy jutsz el a főbosshoz a village végén. Na, átjutottunk. Hú, de szép tiszta folyosó. Tetszetős. Hűha. Ez volt a videószalagon. És a közepébe bele kell mászni elvileg. Nézzük meg. Itt az alma. Na, mi történt? Szép fényes alma. Történik. Az igen. Megsporoltuk volna az időt, hogyha önként ugrunk le. Igen. Ez itt most mi? Boilerból estünk ki. Ja, ott az állarcnak a darabja.
Most nem tudom, hogy mennyinél állunk, vissza kell menjek megnézni. Mostantól, metáld az előre. Jó srácok, uti. Kaptunk mentést. Így van. Erre, erre fel. A másik. Ez a rész, igen. Erre, arra ki. Azt hiszem. Nem. Hol van? Valahol erre lesz. Az emelet. Ott törtük a padlót. Oké, megvan. A garázson keresztül előbb eljutok oda. Meg akarom nézni, hogy hogy áll a maszk. És dzsuva van. Egyre több helyen van ilyen dzsuva. Eha, egy darabja még hiányzik. Jó. Jó, jó, jó. Egy kazetta. Még egy, valamelyik kazettát nem csináltuk meg. Megyek azt, megnézem, hogy... Így már nagyjából tudni fogom szerintem. Ránézek. Nagyjából sorba kipakolgattam a tévé mellé azokat, amiket megcsináltam. Jól emlékszek. És... Gyert, megnézem, hogy elvileg az egy van nálam. Mit nem. Az indiferences, nézzük csak. Milyen helyszínek vannak. Nem, ezt megcsináltuk. Ez már megvan. Az szólhat. Na akkor az indiference az biztos, hogy nem kell. Viszont a prisont azt megcsináltuk. Affection-t megcsináltuk, az volt az előző. A greedet nem. Nézzük a greedet. Az a baj, hogy így most nem tudom már én se. A greedes, hogy melyik az. A greedes megcsináltuk. Ez volt az előző csatornás. Oké, gyere csak ki. Prisont megcsináltuk, a Pride. Nézzük csak ezt. Szia, Desert. Pride az melyik volt a Pride? Kiveszem azt is inkább, aztán megnézem, de azért szerintem egyébként nem a Pride-os lesz, hanem ez. Ja, volt eddig is, csak nem vettem észre. Ez volt a bevásárlóközpontos. Ezt megcsináltuk. A Pride-osat megnézem, mert lehet, hogy az nincs meg. Egy biztos, hogy nincs kész. Azt mindjárt kiderül, hogy melyik. Lássuk, 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 lássuk. Ez meg a padló szépes, akkor az is megvan. Hú, gyerekek, várjatok. A Greed, a Pride. Meg a... Ez megvan. Az Indifference-et most csináltuk meg. Prison nem lenne meg. Jó, megnézem még egyszer a prisont. Valamiért úgy emlékeztem, hogy az kész. A prisont is megcsináltuk. Ez volt a lenti, ahol bontottuk a falat.
ahol a lámpát kellett így rakosgatni, hogy fény alatt legyek. Ja, ez az szerintem. Várjatok, akkor lehet, hogy a grid nincs meg. Prison. Prison. Nézzük csak a gridet. Már tényleg el vagyok kicsit tévedve. Grídes a rácsos. Biztos, hogy felmásztam. Gríd az biztos, hogy kezd belenézek tovább, azt úgy. Lássunk még róla valamit. Kérdés, nincs a több rács a házba. Nem, ezt megcsináltam, mert ezek közé kellett bemenni. Középpen volt a fragmens. Jó, a grid az tuti. Szia, Hadriel. Indifference. Az indifference volt a padló. Ez meg a padló széfes volt, vagy messze. Meg kell jegyezzem őket. Nem, ez volt a fal átszakítós. Ez volt a bevásárló központos. Szerintem sorba. Ja, ez a bevásárlós. Oké. Na srácok. Lehet, hogy akkor az affliction nincs meg. Lehet, hogy a masknak, mivel a bal eleje hiányzik, ez lenne az első. De nem, ez a padlós, ezt most csináltam meg. Tényleg ez... Jó. Na, a prison az megvolt. Prison volt az alsó rész. Akkor viszont, srácok, az indifference lesz. Melyik az indifference? Nem, mert a Valhalla az nem csak 11-2 óra lesz szerintem, hanem azt majd szép folyamatában játszom. Ez maga a láncos ajtó, akkor meg volt ez, akkor megint mi a fasz nincs meg? Ó, basz meg. Ez a láncolt ajtó, ez volt a... Ja, ezt most csináltam meg. Kikészülök. Greed, Fiction, Prison, Pride. Várjatok. A faszt, hát van még egy videó között, gyerekek, miért nem szóltok rám? Baszki, hát én meg nézelődök, és kell, hogy legyen még egy kazetta. Ott van a helye neki. Na srácok, akkor meg is van a megoldás. Az lesz a megoldás, hogy... És itt
nincs itt, már megyek is ki, hello. Kell nekem a videókazetta. Megkeresem a boilerbe, hát ha ott van. Csak már támadjon ez a paraszt. Hol van az átjáró? Nem itt. Ah, ez az. Keresem a boilert, hol a boiler? Boiler? Hol van boiler? Safe room. Itt a boileres rész, ugye? Hol van gyógyszer, zsír? Ja, amúgy ja, mondhatjuk így is, igen, desert. Ó, volt itt öngyújtó is, fasza. Van zárva, itt a boilere. Na srácok! Videókazetta hol van? Kell még egy videókazettának lennie valahol. És szerintem az random jelent meg valahol. Aminek rohadtul nem örülök, mert most találjam meg. Jó, körülne ezek erre lent, aztán először ne kell nagyszer visszajönni. Valóban random lerakták a videókazettát szerintem. Fasza. Pirosak vagyunk, mint a bűn. Nem raktak ide videókazettát sehova, faszom. Kell, hogy legyen egy hetedik videókazetta. Felmegyek szerintem a felső emeletre, azt ott kiderül. Ha van, akkor az ott lesz. Gyógyszer az van. Na, videókazetta itt nincs. Menjünk a dolgozószobát. Rohadj meg. Ezt itt tővas nekem már nem kell. Fény nélkül nem jövő, mert megtámad ez a... öcs. Dolgozószobában nincs. Gyerekszobába nincs videókazetta. Megnézem még a... nem tudom milyen szobába. Ebbe.
Jó srácok, nincs itt se. Ha már itt vagyok, felmegyek a padlásra, hát ha. Valóban be kell neki rakni a videókazettát, az nélkül nem fog menni. Itt nincs. Van srácok, itt nincsen videókazetta. Menjünk a garást, mert ott se voltam. De valahova csak berak. Remek. Garázs, garázs, garázs. Oké, nincs. Menjünk a saját szobába. Na hát, ez zseniális megint. Add a... Várjál! Már számolok, ha itt vagyok. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, így van, 7 darab. 7 darab kell. Azért mondom, van még egy hely videókazettáknak, és nem látom sehol. Hol van videókazetta? Ezeket már 26-szor kinyitottam. Várjatok, mi van akkor? Ez se nyílt ki. Jó van. Fent nincs, mert néztem. Errefele kell lenni ennek a videókazettának valahol. Szeres videókazettát találjak már meg. Remek. Jó, akkor ha ide rakták, de nem hiszem, csak gondolom. Itt nincs videókazetta, oké. Okay. Még egy gyógyszeres. Hát ez az, hogy itt van. Basz meg. Ugye? Azért szar, mert random pakolgatja be, mert én már megnéztem 26-szor ezeket a szekrényeket, csak minden chapter után, adott is achievementet, minden chapter után berakja a kazettát így valahova. És nem chapter, bocsánat, hanem minden egyes részt, ha megtalálok, akkor utána aktívvá válik plusz egy kazetta. Csak hát most, ja, van 86 szekrény ebbe a szarházba. Addiction.
Ez a családi, a hálószoba. A hálószobán lesz egy lyuk valahol. Jó, ez lesz az utolsó. Ez már egy külön rész lesz valahol, de nem a lakáshoz tartozik. Szegény gyerek. Itt egy ajtó. Oké. Ez a hálószoba volt, ha jól láttam. Mint a nagy szülő hálószoba. Oké, megvan a hetedik. Na menjünk szépen felfele. Bazd meg. Eltűnt az ágy, és itt a gödör. Látjátok? Ez aktiválja. Ha megnézed a kazettát, akkor aktiválódik. Érdekes ez is. Oké, lejöttünk valahova. Itt van lenne az ágy. What the fuck van hír? Nyilván itt valamit. Az derék, igen. Á, aktiválódott az a szakasz, amit láttunk a videókazettán. Well, hello there, chap. I've been waiting for you for quite some time now. You're my friend, aren't you? Care to share a drink with me? What a look you have! Are you tired somehow? I guess it's hard to rest in this place, isn't it? Yes, I know. I've been here for quite some time, you know, and I'm glad you came along. But hey, we're here to talk about you, right? Never mind my foolish burdens and talk to me. So, you feel confused, don't you? I understand. Everything has been really blurry since you woke up, hasn't it? Do you even know your own name, old friend? Dwayne, of course! There's no mystery here, but I can see that you are wondering if this is real after all. I can assure you, although this might not reassure you, very real. In fact, one might say that this is the first time you're facing reality. No, no, don't look at me like that. I'm on your side, Dwayne. We've been friends for so long, after all. Who am I? Ah, you've always been like this, haven't you? Always asking the wrong questions. Dwayne, Dwayne, Dwayne. Listen to me here. The real question isn't who am I, but who are you? Dwayne, but that is nothing but a name, my friend. I'm not asking about a name, I'm asking about who you are. Now, now, Dwayne, shush, shush, shush a little bit and take a sip. Remember, you and me, we go a long way. I'm on your side. Why don't we take a little sip to our friendship? Toljuk a piát. If you want me to help you, I've got to know something. Are you a fucking murderer? No? Well, what could be the reason behind all that drinking and drugging then? What's up with you? Oh. You've been seeing things, you say?
things, Things like that. Don't you worry, my friend. Just take a sip, and everything's gonna be back to normal. Szép brigád. Drink a little of this wonderful poison. It'll do you real good. I would advise you to take that drink now, my friend. Vagy egészségetekre. Cheers. See? Ain't that sweet? You know you can always rely on this to get you back on track, don't you? Yeah. You remember the coarse taste that burns and slides down your throat, ominously bringing relief and the dulling of your senses? Come on, take another sip. You know you want it. Mm-hmm. Lehet fel kellett volna állni, nem inni. Nem tudom. Cheers. Már elvileg megjelenik egy ajtó most. Ahogyha a videó között pontos volt. And another sip. Nem lehet felállni, úgyhogy... Toljuk. Cheers. Egy kifogyhatatlan pohár nekem is kéne. Now Dwayne, will you fucking tell me who you are? Eddig jó. Na még egyet. Ah, itt a maszk darabja. Utolsó darab. Na, még egy achievement. Jó. Ennyi? Várjál, mert... Jó, így. Ja, elvileg meg lehet, hogy visszamegyünk a maszkért, azt meglátjuk, hogy... Az igen. A futás. A garázson keresztül megyek, úgy rövidebb a út. Feltéve, hogyha nem kaszabol le minket addig a... Ez a valami. Hú, na srácok, nézzük csak. Ott a maszkunk. Igen, igen, most, hogy összefort. Felvesszük. Na. Oké, szóval. Három chapter plusz a maszk. Elvileg valami változott megint a házban. Menjünk, nézzük meg, hogy mi. Világos lett, gyerekek, nappal van, mi a tök? Ez új, ilyen még nem volt egyszer se. Amióta itt vagyunk, vég sötét volt, ugye? Mert hogy nem lehet elhúzni jobban ezt a reluxát. Ja, nem jó az, hogyha szűrődik a fény. Arra nem engednek be, akkor elmenjünk balra. Lehet, hogy ki lehet menni a házból.
Aha, le van zárva minden. Várjatok, várjatok, várjatok. Abszolút le van zárva a ház. Jó. Erre nem lehet. Jó, arra megyünk, ahol itt vannak az ajtók, mert tök egyértelmű. Ó, ott van. Nem. Oda se lehet már menni, srácok. Na, jó, akkor idáig is csak azért enged le, mert itt a raktárunk, ugye, innen az eszközöket, hogy ki tudjuk venni. Mi a fészkes, púbánatos... Itt volt egy korábban egy ajtó. Itt se, hát mi? Garázs esetleg? Az is zárva van. Na, jó, fogós kérdés. Nézzük meg, hogy akkor mit kell csinálni. Túl sok funkció nincs, úgyhogy nagyon nem fogok eltévedni. Várjál még, várjál még. Fölfele nem lehet menni. Ez a hely csak simos nasz szoba. Lefele nem lehet menni. Lényegében... Telefon esetleg. Nem. Mi a szar? Mondjuk egy hely van. Várjunk csak. Belemegyünk ide. Itt a tároló, mondjuk a tároló. Ez, hogy mi a szarba be tudunk menni. El tudunk menni. Ja nem, a tárolóba se enged be. Az a pisztolyos rész, bár mondjuk az egész sztori itt kezdődött az asztalnál. Ó! Más a... Aha. Akkor lehet, hogy ez a vége a játéknak. Itt az egész család, ugye a lány, akinek az állkapcsa lement, a nagyi. Getsz! Ez a vége? Ezek szerint? Kösz! Családi egyesülés, ez volt a vége. Ez a good ending, akkor jó lett. Köszi srácok! Na, akkor ezt a játékot is befejeztük, elmondhatom, hogy ma sikeresen két játékot is végéhez értünk, kettő játéknak is, úgyhogy... Az igaz.
Köszi, Adria! Kicsit várunk, srácok, mert ezt nem lehet kinyomni sajnos. Mindjárt vége. Szerintem Warzone, kis Warzone a srácokkal. Szket már jó, hogy ne. Nem, hát ugye, amiben még így beleálltam a napokban, az a Nioh 2, majd azt fogom folytatni, de ma már nem. Hanem majd holnap. Szerint, hogy jönnek a játék megjelenések, most a következő az a Valhallának a kiegje lesz, legközelebbi, ugye? Hányadika lesz? Ez 13?